A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban ellátogatunk egy kutyakiállításra, mutatunk Önöknek egy új tanösvényt, stúdiónkban pedig beszélgetünk egy optometristával. Tartsanak velünk! Több ezer kutyával találkozhatott az, aki ellátogatott az Agárdi Szabadstrandra. Idén is megszervezték a CACIB nemzetközi kutyakiállítást augusztus 23-a és 25-e között. Idén is közel 3000 kutya érkezett a Velencei tó partjára, hogy gazdájával együtt megmérettesse magát a háromnapos nemzetközi CACIB kutyakiállításon. A versenyen a mostani alkalommal is számos kutyafajta látható, és 8 kiállítási osztályban mérettetik meg magukat. A kutyák között igazi magyar fajtákkal is találkozhattak az érdeklődők, mint például a puli. Hajdú Judit évek óta foglalkozik fehér puli tenyésztéssel. Mint mondja, fontos, hogy megmutassák kedvenc kutyafajtájukat, hiszen manapság a fehér pulik ritkaság számba mennek, és az ehhez hasonló versenyek remek alkalmak a népszerűsítésre. 4 éve alapítottam egy kennelt, azóta egy nagyon nagy szerelem lett nekem a kutyatenyésztés. Nagyon nagy küzdelmet folytatunk azért, hogy ez a csodálatos fajta fennmaradjon. Sajnos a magyar fajták nem nagyon népszerűek ma Magyarországon, ezért rengeteg energiát és munkát teszünk abba, hogy népszerűsítsük, hiszen egy rendkívül intelligens, gazdaszerető, lojális fajtáról beszélünk. Nagyon sok rendezvényre, versenyre, kiállításra nevezünk. Ez egyrészt a fajta népszerűsítés miatt is van, másrészt meg nyilván ez a kennelünk és a tenyészetünk hírnevét is növeli. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy külföldön sokkal népszerűbb most a puli, mint Magyarországon. Minden kornak megvannak a divatkutyái, és rengeteg országban van puli szervezet, fajtagondozó szervezet, puli klubok, nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezünk. Nagyon sok tenyésztő társam Magyarországon külföldre is értékesít pulit. Én azt gondolom, hogy a puli egy igazi kuriózum a rendkívül különleges szőre miatt, és ezért méltán népszerű külföldön is. Természetesen a verseny nem működhetne bírák nélkül sem. Kobzos Lotti tavaly még junior handlerként indult, de remek tudásának köszönhetően idén már bíróként bizonyíthatott, és azt is elárulta, hogy mit figyelnek a gazdikon és kedvencükön. Én junior handler voltam egészen mostanáig, nemrég hagytam abba, már kinőttem a korosztályból. Felkértek, hogy bíráljak, és igazából ennyi. Ez egy gyerekeknek való sportág, nem tudom, hogy fogalmazzak. Egészen kiskortól lehet indulni különböző kategóriákban, megvannak az adott szempontok, hogy miket kell figyelni egy bírónak, mikre kell odafigyelni a gyereknek, igazából ennyi. És az iménti versenyen miket figyeltél meg? Azt néztem, hogy milyen a kapcsolat a kutya és a gazdája között, hogy dolgoznak együtt, a különböző szempontok, amiknek meg kell felelni, hogy például a kutya nem lehet a bíró és az ember rendkívül, tehát hogy közötte kell lenni. És igazából ezekre figyeltem. A junior handler második kategóriájában versenyzett a 14 éves Papluca is, aki elmondta, itt elsősorban a gazdák teljesítményét figyelik a versenybírók. Most egy angol cocker spaniellel indultam, és itt a gyereket nézik, nem a kutyát, hogy hogyan vezeti fel, általában szokott lenni késcsere is, és a bíró és a kutya között nem lehet a handler. Mennyi ideje foglalkozok kutyákkal, illetve honnan van ez a szenvedély? 3 éve handlerkedem, junior handlerben 3 éve, és igazából egy magyar agár
tól indult, és van két magyar agarunk most. Tehát akkor több fajta kutyátok van? Ő nem a miénk, de vele nagyon sokat szoktam gyakorolni. Két darab magyar agarunk van. És mennyi időt vesz igénybe mondjuk az iskola mellett az, hogy a kutyusoddal foglalkozzál? Hogy van erre idő? Hát általában hétvégén gyakorolok velük, de hetente háromszor, egyszer, hétköznap is délután. A CACIB Nemzetközi Kutyakiállítás három napon keresztül augusztus 23-ától 25-ig várta a kutyabarátokat az Agárdi Szabad strandon. Átadták a 14. út az egészségért kardió túraútvonalat Velencén. A tanösvény immár a második a vármegyében. A budapesti Szent Ferenc Kórház 2015-ben indította el az Út az egészséghez című programját, melynek célja a figyelemfelhívás és a szív- és érrendszeri betegségek kiszűrése. A kezdeményezés keretében országszerte olyan tanösvényeket létesítenek, amelyek lehetőséget biztosítanak mind a helyieknek, mind a turistáknak, hogy részt vegyenek egy kellemes túrán, mely során pulzusmérésekkel ellenőrizhetik egészségügyi állapotukat. A legújabb kardió tanösvényt ezúttal Velencén, a Bencehegyi kilátónál adták át, amely már a Vármegye második túraútvonala Iszka-Szentgyörgy után. Magyarországon a 14. út az egészségért tanösvényrendszert adjuk most itt át, Velence térségébe, úgyhogy lassan elérjük azt a számot Magyarországon, hogy tulajdonképpen az egész országban a nagy rizikófaktorral rendelkező betegeknek utazó közelségben legyen egy megelőző egészségügyi, vagy pedig egy megelőző rehabilitációs rendszer. A Út az egészségért tanösvény programokon főleg a szív- és érrendszeri betegségeket lehet megelőzni, illetve ha már ebbe szenvedünk, akkor a következőt elkerülni, illetve a cukorbetegeknek, testsúlyfölösleggel küzdőknek, magas vérnyomással és magas koleszterin szinttel küzdőknek ajánlottak ezek a programok, illetve van néhány olyan betegség, amelyek jelen tudásunk szerint nem gyógyítható, de stabilizálható, például a szklerózis multiplexes betegeknek a dinamikus mozgásprogram, az ellenőrzött láthatatlan biztonsággal rendelkező mozgásprogram, amit ezeken a tanösvényeken biztosítunk, ezek stabilizálják az állapotukat, illetve megelőzik a következő esemény kialakulását. A velencei túraútvonalat a budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója, Toldi Sedel Emil, Gerhard Ákos, Velence polgármestere, Köteles Zoltán, NADAP polgármestere és Egyet Péter, a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet igazgatója adták át, majd Récsei Norbert István plébános áldotta meg. Mindannyian felelősök vagyunk saját egészségünkért, és ebben a helyes életmód és az egészséges táplálkozás kulcs szerepet játszik. Ezek nem csak az egészségügyi kockázatok csökkentését, ebben segítenek, hanem a mindennapi életminőségünket is jelentősen javítják. Emiatt városaink környezetét oly módon kell formálnunk, hogy az lehetővé tegye, megkönnyítse az egészségesebb életmód kialakítását, a hétköznapi egészségmegőrzést. A kardiótúrát több nehézségi fokozaton és távon is lehet teljesíteni az igényektől függően. A vezetett vagy egyéni túrák során egy túralap segítségével dokumentálhatjuk értékeinket. A kijelölt pulzusmérőpontoknál a táblázatba feljegyezhetjük a megfelelő adatokat, majd elérhetőségeinket megadva a kitöltött túralapot a kihelyezett gyűjtőládába helyezhetjük. A túrát igénybe lehet úgy is venni, hogy egyszerűen látom a felfestéseket a fákon, és akkor követem a túraútvonalat, találok információs táblákat, és azt csinálom, ami rajta van. A következő lehetőség, hogy felveszem a túralapokat, és a túralapokat elolvasva megpróbálom elvégezni a túrát. Ennél egy bonyolultabb lehetőség, hogy ki is töltöm a túralapot, és akkor már egy kockázati besorolást is kapok, és közben tudom mérni a pulzusszámomat, ami egy nagyon jól korrelál a kardiovaszkuláris kockázattal, ha ismerem az egyéb betegségeket, életkor, testsúlyt. Hogyha ezt a túralapot a végén esetleg a gyűjtőhelyen be is dobom, akkor onnantól kezdve mi már fel tudjuk venni a
az emberrel, az igénybevevővel a kommunikációt, és a különösen eltérő értékeket látunk akár a túralapon, akár az applikáción, akár a weboldalon keresztül beküldött adatokon, azokat automatikusan behívjuk szív- és érrendszeri vizsgálatra. Tehát berakjuk, becsatornázunk ezeket az embereket az egészségügybe, és innentől kezdve, hogyha látunk rajta olyan betegséget, amiben beavatkozás szükséges, gyógyszerváltás szükséges, gyógyszerindítás szükséges, akkor tulajdonképpen ezeket az embereket már tudjuk kezelni. A Bencehegyi kardiotúrán leadott túralapokat a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet orvosai értékelik ki. Az út az egészséghez túrákat és így az egészségmegőrzést az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság, a Velencei Önkormányzat, a Velencei Járási Szakrendelő és az Egészségfejlesztési Iroda támogatta. Az iskola kezdésről fogunk beszélgetni a következő percekben, ám de a szemészeti szempontból. Talán, hogyha követték iradóinkat, akkor a múlt heti egyik adásunkban láthatták azt, hogy ellátogattunk Cserta János optometristához, aki szintén most itt a vendégem a stúdióban. Azért is tartottam fontosnak, hogy eljöjjön, mert hogy egy kicsit tovább boncolgatnánk ezt a témát, picit részletesebben is lehetne erről beszélni, mint egy iradós anyag. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást, szia. No, hát akkor tényleg ez a téma, hogy az iskola kezdés és a gyerekek, szülők hogy álljanak ehhez hozzá. Ugye ezen már most túl vagyunk, most már lassan ugye a második hetet kezdik a gyerekek, de ugye érdemes ilyenkor felkészíteni a szülőket és gyerekeket is arra, hogy a szemünket ilyenkor meg kellene vizsgáltatni, legalábbis a gyerekekét, de egyébként szerintem zárójelben a felnőttekét sem árt néha. Hogyan kellene erre felkészülni, vagy miért fontos, hogy felkészüljenek erre? Van erre egy bevett szokás, mondjuk? Természetesen kicsit előrébb kezdeném, mint az iskola. Tehát gyakorlatilag, amikor megszületünk, akkor maga a szemünk az még nincs kész, fejlődik. Olyan másfél éves korunkra érjük el azt, amikor rendesen már térbe fogunk látni, amikor sztereó lesz a látás. Addigra nagyon sok minden kialakul a szemben. Hogyha nincsenek arra utaló jelek, hogy valami gond van a szemmel, vagy nincs a családban olyan anamnézis, előbb kellene vinni, akkor egy másfél éves korban mindenképpen érdemes a gyereknek a szemét azért megnézetni. Reméljük, hogy minden rendben van, és ilyenkor egy óvoda környékén újra érdemes egy kontrollt csinálni, hogyha pedig iskolába kerül, akkor előtte érdemes megint csak szemészszakorvost felkeresni, hogy megnézze annak a gyermeknek a szemét. Ebben nagyon sok mindent meg lehet előzni. Egyrészt, hogyha a gyerek nem lát távolra, akkor egy kicsit olyan magába húzódó lesz, magába fordul, és nehezebben fog kinyílni a világra. Ha a látő közelre, távolra is, de mégis szemüvegre lenne szüksége, általában ez az akkor egyébként, amikor a pluszos szemüvegre van szükség, akkor pedig nem szeret majd közelre nézni, nem tud megülni az iskolapadban, nem szeret majd olvasni, rajzolni a cicabetűket, úgyhogy ez is nagy gondot tud okozni. Úgyhogy én mindenképpen azt javaslom, hogy az iskola kezdés előtt már érdemes lenne ezt megnézni. Ha a gyereknek már van szemüvege, akkor szintén érdemes elvinni iskola kezdés előtt, augusztus elején, augusztus 20-a után legkésőbb szemorvoshoz, ugyanis a nyáron nőhetett az a gyerek, kinőhette a szemüvegét, megváltozhatott a dioptriája, ne akkor kezdjünk el kapkodni, amikor már az iskolában veszik észre, vagy lesznek ebből gondok. Uh-huh. No, most annyi mindent mondtál itt a gyerekkortól kezdve, hogy egy csomó kérdés merült fel bennem. Mondjuk, ha a sajátjaimból indulok ki, akkor az enyém mondjuk picit koraszülött volt az egyik, és ő neki rögtön szemproblémája volt, tehát rögtön már 0 éves korától kellett vizsgálni a szemét rendszeresen. Hogyha így indul egy gyerek, hogy mondjuk, és nekünk számunkra ez egy nagyon erős dioptria volt, ez a nem tudom, 3-as, vagy nem tudom pontosan, már nem emlékszem rá, de valami ilyen rémisztő számunkra, akkor ez hogy tud alakulni a későbbiekben? Mert hogy a gyerekeknél ugye még ez a dioptria, ez ilyen nagy, de aztán ezt ki tudják nőni, úgymond, ha jól tudom. Aztán majd még fogok még egy példát felhozni a másik gyerekkel kapcsolatban, de hogy mennyire kell megijedni, hogyha már rögtön egy rosszabb dioptriával születnek a gyerekek? Akkor a születeteknél ugye az inkubátorban eltöltött idő az tud gondot okozni a szemmel, azt nem is biztos, hogy ő ki fogja tudni nőni, de hogyha egy pluszos szemüveget írnak fel korán, fiatal kis korában, akkor ezt rendszeres
szemüvegviselés mellett, rendszeres kontroll mellett akár el is tudja hagyni, mire ő felnőtt lesz, vagy akár mire középiskolába kerül. Hogyha mínuszos volt, akkor azt nagy valószínűséggel nem tudja kinőni. Itt jön még be az a probléma, hogy általában ezek nőni szoktak, ezek a mínuszos dioptriák, tehát egyre nagyobb lesz. Erre is most már van egy megoldás, hogy ezt késleltessük, minél kisebb legyen majd az a végső dioptria, amit felnőtt korára elér. Erre vannak most már úgynevezett miópia kontroll lencsék, amik olyan 60%-kal is vissza tudják venni a miópiának, ennek a mínuszos szemüvegnek a növekedését. Igen, a másik gyerkőcre akkor visszatérve, azért vannak olyan más jellegű problémák is szerintem, ami nem csak a rossz látást eredményezi, hanem például kancsal a gyerek. Igen. Nekünk az egyiknek nagyon befele húzott a szeme, sőt lehet, hogy kettő is, de aztán érdekes módon ez is valahogy eltűnt. De van olyan, akinek meg úgy marad. De szemüvegviseléssel tűnt el. Uh-huh. Igen. De, ja, nem kellett szemüveg, nélkül. Nem kellett érdekes módon. Hát ilyen is előfordul. Általában, hogyha behúz az egyik szeme a gyereknek, az azért van, mert nem egyforma a két fénytörési hibája. Az egyik szemről homályosabb kép fog érkezni az agyba, mint a másik szemről. Ez őt zavarja, ezért aztán az agy fogja magát, és azt, ahonnan homályosabb kép érkezik, az egyszerűen kikapcsolja a látásból, köszöni szépen, őt ne zavarja. Viszont ilyenkor alakul ki a tompa látóság, és ezt 3-4 éves korig mindenképpen meg kell csípni, mert utána maga az agynak az a területe, ahova beérkezik a fény, beérkezik a kép, ott nem tanul meg, ott ellustul, köszöni szépen, nem kéri ezt a képet, és gyakorlatilag egyszemes lesz az gyerek. Az egyik szemével abba tökéletesen fog látni, a másik szemével pedig gyakorlatilag éppen, hogy az extrém eset, hogy fényérzéstől egy olyan 50-60%-ig fog csak maximum látni. Uh-huh. De az, hogy magától elmúlt, szerencse volt. Igen, mondjuk most, hogy ezt mondod, a kancsalság múlt el, de akkor ezek szerint nekem is most érdemes megfogadni, amiről érdemes. Beszélünk. Egyébként és elvinni. Otthon is ezt ki lehet próbálni nyugodtan. Le kell takarni az egyik szemét, kiderül, hogy lát vele, le kell takarni a másik szemét, és megint kiderül, hogy lát vele. Kisebb gyerekeknél nagyon jól reagálnak rá, mert hogyha letakarjuk azt a szemet, amivel jól lát, akkor abban a pillanatban kap az anyuka, apuka kezéért, és próbálja elhúzni onnan, hisz rosszul fog látni, és szüksége van arra a szemre, amit letakartunk. Most még a gyerekekkel kapcsolatos szemvizsgálat kapcsán merült fel bennem a kérdés, ugye, hogy mi azért az egyik gyerkőccel nagyon sokat jártunk, hogy lehet jól vizsgálni a gyerekek szemét? Mert hogy nagyon jó műszerek is vannak ma már, amikkel ugye be tudjátok lőni nagyjából a dioptriát, de ugye ehhez azért kell más is, kell azt, hogy felhelyezzétek a kis szemüveglencséket, próbálgassátok, vagy éppen ezek a mindenféle leolvasós feladatok. Van olyan, aki még lehet, hogy nem annyira érett rá, hogy tudjátok ezt annyira pontosan belőni? Hát a nagyon pici gyerekeknek nem nagyon tudunk szemüvegkeretet felhelyezni, egyrészt nem hagyja, másrészt pedig nincs visszacsatolás, ugye bármit mutatunk neki, még nem biztos, hogy azt ő meg tudja mondani, hogy látja vagy nem látja. Ebben az esetben csak úgynevezett skiaszkópiával lehet ezt megvizsgálni. Ma már vannak digitális skiaszkópok, amik sok esetben már pupillatágítást sem igényelnek. Ugye a pupillatágításnál sem az a lényeg, hogy nagy legyen a pupillája, hanem azt az izmot, ami ott ezért is felelős, az gyakorlatilag elbénítsuk, és innentől kezdve ez a műszer gyönyörűen ki tudja mérni, hogy kell szemüveg, nem kell szemüveg, illetve hogyha kell, akkor milyen dioptriás. Óvodáskorú gyerekeknél már könnyebb a helyzet, mert oda már fel tudjuk helyezni ezt a keretet, tudunk nekik mutogatni különböző ábrákat, házikót, halacskát, ezt, azt, amit ő meg tud mondani, hogy látja vagy nem látja. Iskolakezdés után pedig már ugye a betűket, számokat ők már felismerik, úgyhogy szinte úgy lehet őket vizsgálni, mint egy felnőttet, vagy szinte azokkal a módszerekkel, bár a gyermekszemészet és a felnőtt szemészet azért eléggé eltér egymástól, mind a módszerekben, mind a gépekben, ahogy mondta, de most már nagyon modern gépek vannak ehhez, úgyhogy mindenképpen, és türelem is kell a gyerekekhez. Ez szoktam mondani, hogy érdemes előre egy kicsit trenírozni őket, játszani velük, mesélni nekik. Van például egy kiadvány, ami ilyen játékosan bemutatja, hogy milyen fénytörési hibák vannak, de ezt nem így írja le, hanem gyakorlatilag, hogy milyen panasza van a Lilikének, milyen panasza van az Andriskának, és akkor úgy magára ismerhet, hogy esetleg neki is van ilyen, illetve hát oldja egy kicsit a feszültséget a rendelőben, hogyha már tudja, hogy mi fog vele történni.
A nagyon pici gyerekek szerintem, hogyha nagyon korán szemüvegesek lesznek, akkor az a legjobb, hogy megszokják ők a szemüveget, és nem fognak ágálni ellene. De mi van mondjuk, hogyha valaki bekerül az iskolába, és akkor lesz szemüveges, vagy mondjuk, ha vesszük a tiniket, akiknek mondjuk tinikorban derül ki, és akkor jön az, hogy úristen, most nekem szemüvegesnek kell lennem. Hogy lehet jól megszoktatni azt, hogy hordják a szemüveget? Hát ugye amikor úgy, hogy mondtad, amikor egész pici korában kapja meg, akkor az olyan, mint egy ruhadarab neki, tehát az érzi is, hogy jó neki, úgyhogy azt mindenképpen viselni fogja. Hogyha már ilyen iskolás, óvodás korában kezdi, akkor egy kicsit nehezebb, mert magába az örökmozgó létbe is zavarni fogja. Egyrészt azon kívül, hogy egyszer-kétszer összetöri ezt a drága szemüveget, akkor otthon sem örülnek neki, tehát, tehát már ettől is félni fog egy kicsit. Meg hát azért van egy kis kortárs nyomás is, hogy ne csúfolják a szemüveggel, de általában azért ezt jól szokták venni. A tinikor az egy nehezebb, igen, ott nagyobb a hiúság, ott nehezebben akarják elviselni a szemüveget. Általában ilyenkor már mínuszos lencséket szoktunk adni, arra van szükség. Hát akkor távolra nem lát, föl szokták venni az iskolába, hogy egyáltalán lássa a táblát, aztán sokszor iskola után lekerül az a szemüveg a fejről, ezt is jobb lenne, hogyha azért hordanák, és ott is azért van, amikor még úgy kikezdik őket, ahogy hallom. Uh-huh. Illetve a szülőkkel is van egy kis probléma, nagyon sok esetben avval találkozunk, hogy maga az anyuka emészti meg nehezebben, hogy a gyereknek szemüvegre van szüksége, mint maga a gyerek. Uh-huh. Hát igen, de hogyha szükség van rá, akkor muszáj, igen, ezt el kell fogadni, az biztos. Egyébként az, hogy mondjuk mondtad is az előbb, hogy nem mindig hordják a szemüveget, az mennyire árthat annak, hogy mondjuk hát javuljon egyrészt a szemük, másrészt meg, hogy jól lássanak? Pluszos szemüveget mindig szigorúan hordani kell. Tehát azt, amíg nyitva van a szeme a gyereknek, addig mindig, mindenképpen hordja, mert ezek a belső szemizmok, van egy belső szemizom, az akkor folyamatosan dolgozni fog, az folyamatosan energiát fog felemészteni, ettől fejfájás lehet, rossz közérzet lehet, meg amit mondtam az elején, hogy nem szívesen dolgozik, közelre nem szívesen ír, olvas. A mínuszos szemüvegnél ott hát majdnem csak, hogy mindegy, hogy hordja vagy nem távolra, az sajnos az a dioptria nőni fog mindenképpen, valószínűleg addig, amíg a testi fejlődés is meg nem áll, avval, hogy nő, avval a szemtengely hossza is nő, úgyhogy biztos, hogy a dioptria is változni fog rossz irányba. De ott, ha néha leveszi, az nem probléma. Úgy is rá fog előbb-utóbb jönni, hogy anélkül nem lát, nem ismeri meg azt, aki szembe jön vele az utcán. Gondok lesznek, úgyhogy azt is előbb-utóbb viselni fogja. Illetve hát ma már azért kiváltható egy 16 éves kortól kontaktlencsével, nagyon jó kontaktlencsék vannak, hogyha betartja azokat a higiéniás előírásokat, azokat a használati utasításokat, hordási időt, amit előírunk, előír az irodalom, akkor azért ott gond nem lehet. 16 éves kor fölött már lehet nyugodtan kontaktlencsét is adni. Pont ezt szerettem volna kérdezni, akkor ezek szerint az alatt egyáltalán nincs lehetőség van, a gyerekeknek? Van. Van, speciális esetekben, hát egyes szembetegségeknél ugye kérdés nem lehet, van, amikor kontaktlencsét tudunk csak adni, a másik pedig, hogyha a gyerek sportol, ha olyan tevékenységeket folytat, akkor lehet. Vannak az úgynevezett napi lencsék, amelyeket fölvesz, steril lencsét kibontja, fölteszi, és amikor végzett abban a tevékenységgel, akkor eldobja. Én ilyen kisebb gyerekeknek ezt szoktam javasolni, illetve hát mindenképpen szülői beleegyezés kell, meg szülői felügyelet hozzá. Hogy egy picit a nagyobbakról is beszéljünk, bár most az iskolakezdés volt a téma, de ugye az, hogy van olyan része is, hogy nem biztos, hogy megjavul az a szem. Ugye, ahogy az életünk során idősödünk, van egy ilyen mondás, amit az adásunk előtt is beszéltünk, hogy 40 körül elkezdődhetnek a szemproblémák, akiknek esetleg nem volt, vagy tart ez a romlás tovább. Meddig tarthat? Olyat is hallottam, hogy 60-nál ez megáll. Igen. Igaz ez? Hát olyan 40 éves kor körül kezdődik el, ez teljesen egyénfüggő, van, aki még 50 évesen is, ritka, de van, aki még 50 évesen is el van olvasó szemüveg nélkül, van, akinek meg már 40 éves és egynaposan szüksége van egy közellátó szemüvegre, ez függ, mondom, magától az egyéntől, meg függ attól is, hogy mennyire akar ő élesen látni. Aztán tényleg megáll, hát 60 éves korban még nem, olyan 65 éves kor körül. Ugye nagyon nehezen élik meg, akik az első olvasó szemüveget kapják, főleg, hogyha nem volt szemüvege, hogy neki erre szüksége van.
A másik pedig, hogy ebben az életkorban rohamosan romlik, tehát nagyon gyorsan. Aztán természetesen ez lelassul, és akkor 60-65 éves korra megáll, addigra eléri azt a maximális dioptriát, amire szüksége lesz neki a közellátáshoz, ha a szeme egészséges marad, nem változik meg. Mm, jó, tehát akkor nem kell attól félnünk, hogy megvakulunk. Nem, azt szoktam mondani, szódásszifon nem lesz senkinek. No, akkor egy picit visszakanyarodva még itt a beszélgetésünk végén a gyerekekre és a szülőkre, akkor hívjuk fel még egyszer a figyelmüket arra együtt, hogy most már, hogyha lekéstek volna itt az évkezdés előtti szemvizsgálatról, akkor most milyen teendőjük lenne, hogyha azt mondják, hogy most észbe kapnak és elviszik a gyereket? Mindenképpen egy szemészhoz be kell jelentkezni, érdemes elvinni, és nagyon kell figyelni a gyereket, amit te is mondtál, hogyha esetleg a gyereknek behúz a szeme, főleg ha fáradt, főleg hogyha nagyon koncentrál közelre, akkor mindenképpen egy SOS vigyék el egy vizsgálatra a gyereket, hogy megnézzék, illetve hogyha nem szívesen, tényleg ezek ilyen tipikus dolgok, és többször mondtam, de el is lehet többször mondani, ha nem szívesen olvas, nem szívesen néz közelre, ahelyett, hogy a füzetét nézni, ahelyett az órán kibámul az ablakon, és ezt a tanítónéni többször szóvá teszi, nem biztos, hogy az a gyerek utálja azt az iskolát, vagy ennyire nem érdekli, hanem egyszerűen ösztönből érzi, hogy neki nem jó közelre nézni, és ezért próbál minél távolabbra nézni. Egyébként ezt szoktam mondani azoknak a felnőtteknek is, akik egész nap a monitor előtt ülnek, hogy néha tessék egy kis szünetet tartani, nem kell hosszú idő, 1-2 percet, amikor leveszi a tekintetét a monitorról, keres egy jó távoli tárgyat kinn az ablakon keresztül, és azt nézi. Tehát nem azt nézem, hogy leveszem a tekintetem a monitoron, és nézem a telefonomat, hogy mi történt, hanem bámuljunk ki, a szószoros értelme, bámuljunk ki az ablakon, engedjük el egy kicsit a szemünket, a szemizmokat, és ez sokat fog segíteni pihenésben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél. Szerintem hamarosan, ha jól sejtem, az október hónapban mindenképpen fogunk még találkozni, és hát azt kívánjuk a szülőknek, hogy tényleg tartsák be az intelmeidet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és hogy meghívtatok. Ez volt már az Együtt magazin. Tartsanak velünk legközelebb is. Szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.